Mis ölçeyim. Zero. Pizzába. Szóval pizza, ma váltam egy percet majdnem ember. Egy percet? Persze, kicsi szalavelda, érted? Baszki. Kicsit, és miért panasz rá? Kis vizet kapott szerintem. Mindjárt ránézek. Mert nem írsz valami hiba kódot? A fingom szinte. Aha, aha. Hát tudom, még jogsi sincs szerintem. Aha, itt a vízcsövekkel lesz valami, vagy lehet valami rossz vizezett benzin sikerült tankolnod. Lehet a szalabenya érted? Itt az egyik vízcső folyott egy picit. Ez lága vízcső? Hát szerencsére még javítható. Ó, oh, szél! Sőt, csak a bilincs engedt el igazából, úgyhogy ki se kell cserélni. Azért mondom, érted, nem kapott annyi előt, érted? Tizi, megrúgtad neki, aztán nem tetszett annyira ennek a bilincsnek. Kicsit meghúzom, aztán... Jó, király. Van már jogsit? Nézzek a vagy, csak kérdezem. De te úgy nézek ki, mint egy rendőr? Mondom, hogy nem, akkor elmondod, hogy Zekának? Nem, csak kérdezem. Nincs. Csak kíváncsi voltam, hogy megcsináltad a már. Kapják be a falkom, szóval se kapnak el. Ezt már szeretem. Szóval se kapnak el. Te akkor már profi sofőr vagy. Hát persze. Két nap parancs, hogy jó utat. És mennyi éve jövök? Hagyja csak. Szilály. Szellemes áprilisz. Aj, faszom ki van. Koncepció. tudom. Lemon zöld. Amúgy az jó, a zöld az jó. A felni az nekem, az nekem nem. De viszont ez a zöld és arany, ez menszi. Au! Háj. Istenem, a pizzába bele! A falkamba! Szal, Belda, szal! Üdösz, mockosz és üsszél. Közben üsszél. Király! Mondjam neked, hogy... ...hogy menni fog. És hogy azzal az RP szállal is mit csináljunk, ami történt a gáton, bazd meg? Köszönöm szépen. Pityuka! A hívott Mutyi GSM előfizető. Hello? Hé, Czálebeka! Mi van? Te szép? Mhm. Azt... Szegnyom. Azt még nem köszön, azt nem éltem. Hello. Köszöntem. Hey. Mi bajod van? Semmi bajom nincs. Neked mi bajod van, érted? Mérges vagy? Te hogy vagyok mérges? Meglucoljalak? Légy színe. Mondom, mi a probléma. Igen. Ugye már a napszem cím zöld, a Velda meg pilosz. És... Na ehhez az egész piloszhoz nem illik a kicsit a felni. Van gyáli felétek ilyen kis bolyikból, érted? Biztos van, megnézhetjük. De csak Oli cirán gyáli kéne nekem. Gyári, aha. Jó. Valod pityú. De én szerintem ez a felni ez nem cupel. Visszatérünk rá. Megválom. Hát, a mulatság előrébb való, mint a munka. Megvárjuk. Szóval.
Persze. Dab, dab, tani, dab, 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 dab. Kicsit lasszan átnézem a feléket, kicsit lasszan. Na. Jó, akkor nem a gyárit. Akkor ez milyen, ez ja, milyen felé? Hát, ilyen jó, sok küllője van, látod? Nem rossz, nem rossz. Mhm. Nézzük akkor meg őket? Persze, lasszan, lasszan. Ja, jó van, jó van. Igen. Most túl falsz, lebek a... Ne! Ott volt a gyáli, szerintem az a szuper. Mi? A szék? Ó, nem volt itt a gyáli. De itt ott volt a gyáli. Most egy... Ez a gyáli. Á. Akkor legyen ez? Szerintem legyen, persze. Fiúk, ugorjatok egyet! Jujjujjuj. Akkor 640 euró. Beülök és odaadom. Biztos, hogy sokkal több, de majd adjál vissza, érted? Mhm. Akkor levonom még a szerelés árát. Jó, mert egy kicsit belenyúltam a motorkerbe. Ja, ja. Szerintem ez ilyen sem probléma. Aha. Vagy nagyon nem látom. Erre már az a baj, karra nem látom, hogy mennyit adtál. Faszom. Nem tudom, mennyit adtál, haló. Hát nagyon sokat. Nagyon sokat? Összeszed, az kurva összeszed. Kurva jó, mert nem tudom mennyi volt a zsebemben. Az lengeteg, több száz volt, lengeteg. Több száz. Ne hidd el neki, nehogy elhidd neki, ez a ticsi, ez nagyon trükkös. Hát nem tudom. Nem is tudok számolni, de kurva szok, nagyon vasszak szok Z volt. Szerpe csúsz. Aha, aha. Figyelj ide, itt a visszajáró, remélem Pityuka nem neked adtam. Köcike? Ja, ja. Másra nem tudok szolgálni. Nem, most nem nekem. És a Duda is szal. Szeretnénk más Dudát. Jó. Hát csak hogy gyári felni a jó. Rendőr Dudát tedd neki bele. Nem, az szal. Nem mondd már meg, kérlek. Ah, majd a Cici eldönti. Na meg ne ijedjetek, srácok. Szerintem szívgölcsöt kapott. Direkt szóltam. Ó, baszki. Pont itt van a Duda a motorászítő, hát basz. Valami kis gangsze lesz menőkénél, az a szágos. Akkor azt a bohoz Dudát, az illik a ticikhez. Ja, 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 várjál. Nagyon vicces. Köcike nektek! Coka HKS! Ezt már ja, ja. Szeretem. Ennyi, ennyi. Coka HKS, Tici! Csá! Csá! Csá, Levi! Hello! Csá, te szó! Neki csá. Megpróbálok nem neki menni, érted? Jó lesz. Segíts csak koordinálni, merre? Direkt ráhúzza! Gáz, gáz! Na! Megdumáztuk. Na, csak el kéne adni neki egy kis okosságot, érted, testvér? Hé, hey, testvér! Testvér! Milyen jó pulcsi van, keci! Testvér? Mondjad. Szopom a falkat, Mizu, gengszelkedsz, érted, lazulgatálsz? Jaja, árulgatok. Mit isz, mit isz? Szelet meg vasat jelenleg. Isz, nem vennél valami okosságot, érted? Okosságot? Micsodát? Bármit, bármit, mire van szükséged, kielégítem a vágyat, érted? Hát ez elég rosszul hangzott, most ne érts félre. Nem értem félre, bármi, érted? Hát nem tudom, valami nyugtató jól esne egy a munkához. Kis nyugtató, érted? Gyógyszeliszt kell? Persze. Akkor egy kis majolanna? Mhm. 120 euró darabja, testvér? Jó, megbeszéltük. Csak készpénzt fogadok el, és hány darab kell? Mondjuk 2. Értem, és mennyi vaszad van? 143. Nekem csak acél kéne, érted? Mert valami le jó. Hát a célom az nincs. 140 állombosszat, és szened mennyi van? Minden kell szén? Hát a szénből és a vasból lehet acél csinálni. Ó. Oh. Csak hogyha eladom a szenet és a vasat külön, akkor az sokkal jobban megéri nekem, mint hogyha acélt árulnék. Ez mennyi a szén darabja? A szén darabja az 90 dollár. Dollárt adok érte, eurót nem? Tudom, itt az átváltásokkal volt baj aztán. 90 euró nálam csak dollárral lehet fizetni, igen.
90 euró alapja. És mennyi van? 14. Megveszem, érted? Meg? Hozom a két kis majolannát, addig számolt ki, hogy mennyit kell levenni, érted? Jó. Szenet, megveszem mind. Málisz hozzám. Hú, de szép lett. Milosz. Zír. Ajajajajaj, nem fértem be. Nem fértem volna be. Jújújújújú. Cipaktatom, lezállom, érted? Na figyelj! Mennyi zé? A rendes gyereknek tűnsz, például, hogyha 10 szenet kifizetnél, az 900 euró, és a 4 szenet beváltanánk arra a két mutatóra. Biztos, jó Zil, menjünk el akkor a Beldáddal levenni zét, mert megmondom a flankót, most nincs kedvem számon, érted, és hogy is mondjam, nem tudom, hogy mennyi 900 euró. Hát mi az, hogy mennyi? Hát, ez a kérdés. Na, akkor megmutatom, gyere. Persze, érted, csak be kell pötyögni, belakom a kártyát. Persze. Belakom a kártyát, bepötyögöd, érted, és akkor megiszol a 900 euró, odaadom, és akkor odaad az állót, én is odaadom az állót. Itt van nálam, érted? Limozom az állót. Jó, kösd be magad, mert nagyon tép ez a verda. Érted? Málisz. Kólai füvecke, érted, testvény? Hú, ez jó anyag. Ez kurva jó? Olyan büdös, olyan elősz, wow. Mit is vagyunk? Hol van? Igen. Király kis biznisz, visszaviszol a Beldához, testvény? Persze. És akkor ilyen szenet adsz mindig 90-nél? Aha. És akkor lesz kell az acélhoz. Mindig kellene nekem, érted? Mindig megvenném, állandóan jelleggel, érted? Igen. Tud is egy fárdal. Persze. Pilosz bujik. Igen. Na csá. Cső. Na most mi legyen? 6000 euró, fasz. Hát csak kéne, minden kocsim volt. Mindig is akartam egy zöld bujikot. Hát rakassunk bele, nem? Á, király! Ki a gengszel? Ez az, lotyó. Kicsit lötyög a lökállító, nem értem miért? Király! Azért lötyög a lökállító, mi így akarom, érted? Ilyen lazában, olyan laza a lökállító, mint én, érted? Zin! Au! Dilek volt, érted? Csak hogy felhívjam a figyelmet. Kurva istenit! Szétszölt a Velda. A büdös pizzába. Kiszégett az izó, érted? Kurva zi. Á, fókaszi. Nem megyek, mint egy gangszel. Csak hogy lebeg a felizgulj, érted? Ez az lebeg. Csak így nyomj egy gangszel. Öcém, így szoktam megjelenni, érted? Bárhol, bármikor, nincs kérdés. Inkább elmondtam. Hajlott itt. Kicsit összetöltem a Beldát, mert tettem az agyam, érted, és kikultam egy picit. Persze. Kicsit lötyög a lökhálító, olyan laza, mint én. Már is mondom, mi a helyzet. Pilosz, ilyen kis lámpát szeretnék bele. Pilosz lámpát. Pirosat? Persze, pirosat. Először visszateszem a lököst neked. Hegessed neki szerintem, Peti, hogy ne jöjjön le többet. Hát lehet, igazad van. Így is lejön. Nem. Kicsit felgyűlődött, érted? Ja, kicsit. Nincs nagy probléma, nincs nagy. Ez a része itt egész épp. Még itt felhegeztem neked. Most ne kalapács egyenes is vissza szerintem. Egy picit még szerintem rá kell hegeszteni, de igen, folyik. Na most lesz a tuti. Király. És mennyi ezet van egy ilyen kis égőcke? Sok. Hát, nagyon sok ez. 5500 euró egy ilyen színes égőcske. Hát igazából relatív, hogy sok-e vagy, nem? 5500 euró. Nem tud számolni. Mi ez is tudnánk bizonyítani? Csak kérdezem. Ezt az autót, a harmadát meg lehetne venni ennek az autó. Mit jelent, hogy harmada? Ronald, segíts! Hogy, hogyan lehetne ez? Magyarázd el neki. Hát hogy mondjuk, így az autót meg tudnád venni, így a... El tudnád az első... Igen.
Hát itt, itt a motorház. Ha így felosztanánk három részre ezt az autót, hát meg tudnád venni a kis, vagy a hátsó részét, vagy a középső részét, vagy a kis első részét. Nem értem. Akkor, akkor tegyük fel 100 eurót fizetek egy kis mókuszkának a Vanilla Klubba, érted? Na, ha jól tudom, a Vanillába egy privát tánc pontosan ennyibe kerül ilyen extrás, de nem tudom, ezt csak úgy hallottam. Akkor az nem szok. Jó, Zil, gyere, segíts levenni? Segíts neki? Segítesz neki? Addig én letörölgetem. Jó, látom. Tarkóra tett kézzel. Rossz, lát. Ez már pilosz? Nem, ez zöld. Nem, ez pilosz. Ez zöld. Nekem pilosz kell. Ez pilosz. Ez zöld. Nekem pilosz kell. Hidd el nekem, Tici, ez piros lesz. Te hidd el nekem, érted. Lapozzál még? Mutasd a katalógust. Ott volt. Ez? Nem. Ez? Nem. Ez! Ez? Á! Pilosz! Rendben. Ez milyen szinte? Várj, ez szép! Ez ilyen türkiszkék piros. Nem. Sima pilosz kell. Várjál, sima. Nem, ez zöld. Ez nem jó. Pilosz. Van egy rossz hírem. Ízlésvicemad van, Tici? De szép. Nem, van egy rossz hírem a számodra. Tudom, mi a rossz hír? Feltételezhetően szimbok vagy. Biztos, hogy nem. Vagy szintévesztő. A szemüveget piros. Biztos, hogy nem. Na várjál. Nem, zöld napszemcím. Vegyük le azt a szemüveget? Zöld napszemcím van. Igen, ez zöld. Itt Tici, tőlem jobbra az emelő alatt az autó milyen színű ponyvával van letakarva? Zöld. Fordulj meg. Zöld és szürke. Zöld-e? Nagyszerű. Tényleg szintévesztő. És fölött az autó az emelőn. Pilosz? Az ha. Full pilosz, mint a kocim. Csak egy kicsit sötétebb pilosz. Neked ilyen izzó kellene, ugye? Az, ez, király, pilosz. Hello. Ez, király. Olyan, mint a koci alatt a neon, érted? De klapon. Nincs is alatt a neon. De van, pilosz. Nincsen. Nézd meg a koci alatt, itt van pilosz. Hogy is hívják, nem? Én tényleg jól van. Hát ismered, nem? Jó, de a nevére nem emlékszem. Adok Z-t. Ó, Ticsi. A nevét elfelejtettem. Cici. Egyszer találkoztam volna. Mindjárt hozom a kis égőcskéket és bele is dobom neked. Jó, klafa. Ő már be mellé lövök képet a pésfia. Ezt egyben kiveszük a kis piros izzókat. Te vagy ilyen kis iskolász? Hát inasnak hívjuk csak. Egy kis inasz, persze. Vagy cseléd, szolga. Szerelő akarsz lenni, érted? Szerelő. Én szerelő vagyok. Elvileg itt dolgozik még. Júj. Ezt most leteszem ide. Vagyis hát kapott munkaruhát igazából. Ja. Az még nem jelenti azt érted, hogy írt is hozzá. Hát nem, hát az azért mondom, hogy munkaruhát kapott. Lehet, hogy neked a régi izzókat szeretnéd adni? Persze, szeretném írni. Jó, bedobom neked a csomászba akkor. Persze. Hát persze, hogy karácsonyfára felteszed. Ronald, nyisd már fel nekem a csomászt. Hello. Csá. Mondtad ezt, lecsukjam. Izó. Jó. Szem, lazulok, érted. Lecsukjam a motorhásztetet. Lele? Mint egy fellállít. Szóval ez bujik. Aha, ez zöld, de szín van a gyerek. Nem, ez tűzpiros. Ez tűzpiros, ja, igen. Tűzpiros popibres gyöngyházzal, ugye? Ah, király. Ez így van? Na jó van. Egyszerű. Topom a falkatok, cá! Hogyne, persze, megvan! De érdem. Hello. Miben lehetek a szolgálatod, ne érted? Emlékszel még rám? Nem igazán. Nem? Nekem adtál egyszer pénzt. Zetont? Aha, itt a... valahol a publik körül van. Emlékszek le kis... mikor mondtam, hogy nem nyelem le, érted? Na, valahogy bekállalhatom valami melókut, amivel segíthetek, vagy valami ilyesmi. Most van valami új kis biznisz.
Na, valami, mondjál valami. Kellene kis szenecke. És vaszacka. Hát ezt eleget csináltam, az a helyzet van. És ha van még laktáló? Hát nem sok, mert eladogattam már. Megveszem majd mindenféleképpen élted azt a pár dalabot. Jó, rendben. És lesz majd munkacak még, csak még nincsen. Az a kurva nagy baj. És mennyire veszed? Mennyire adod a szenet, ha kérdezem? Hát a szén az egy százas. Jó. Kicsit olcsóban, kicsit olcsóban. Hát... Mennyire az a kicsi olcsó? Kicsit, egy kicsit olcsóban, nem sokkal. Akkor 90. Nem is losz, nem is losz. Látod, így már sokkal jobb. Igazániból nekem nem számít ez a kevés szín. Van... És hány darab van? Csak úgy érted, szerintem milyen szart lesz vége? 10 darab sincs kb. Az alatt van. Semmi baj, megveszem. Ez a kis munka kéne, illetve lesz majd egy-két kis munka, csak még nem úgy alakult ki a helyzet, érted? Görcsmentes van, nem kell? Görcsmentes? Kell a falkamnak. Mit csináljak vele? Nem vagyok asszalosz, érted? Figyelj csak ide, írd fel a számom, és hogy cölögél egy-két óra múlva. Jó. Kalika, kötekedő szél. Kalika. Mi van? Persze. Ez van még öted. Mi a számod? Kalika, Cumi kötekedő szél. Kalika. Hát... csak nulla. Csak Kalika. Értem. Ez mi a neved? Tici. Értem. Akkor mi a rendes számod? Ez a rendes számom. Ne, na várjál fel, nézzük. Fölhívlak. Most tesztelsz, ha kérdezem, érted? Kamuzom. De most nem hiszel nekem, hát akkor hagyjuk a pizzába, érted, ember? Mondok valamit. Biznod kell benne, érted? Csak az én iszre hívsz. Nem is csönk ki a szám. Hát persze, mert kurva szalul írtad benben. Hát? Mondd újra, akkor várjál. Kalika. Kötekedő szél. Kalika. Nem tettek róla, nem tudsz számon, érted? Jó. Várjál. Kriz 14. Jó lesz ez majd. George from North és Amperry. Köszönöm szépen a követéseket, sziasztok. Szönk. De szép. Beszarod, érti tényleg ez a számod. Azt hogyan lehet? Az igen. Na jó van. Cölög majd. Írok egy SMS-t. Nem tudok olvasni, hiába írsz. Hát tényleg. Írom ne, de akkor jó van. Majd cölögél. Mi is a neved? James. Király. Na, szabad. Cáz Zém. Halló. Szabad Gucci. Cá, csak megváltam, még megállsz érted, mert kurvára futottál, érted? Hát akartunk veled beszélni. Na és mi a dölgész? Hát szeretnénk ilyen vajazókésön, és hogy te tudsz ilyen hát intézni. És ezt honnan tudod, csak kérdezem? Hát kérdés, mert keresünk olyan embert. Kész vajazókész? Uh-huh. Elhagytuk a múltkorit, aztán nem tudunk szendvicset kenni. Mennyi zét acél te? Hát nem tudom, mennyibe mennek az ilyenek. Én tudom, 900 euró? Hát az nem drága. Nem. Hát 130 eurón van. Értem. Akkor vegyél egy fogpiszkálót. Cá. Csá, testvér. Hello, hallóka. Te itt dolgozol? Nem. Én csak ide feljárok. Hol lehet nolancot szedni? Nem én akarok, nem ők én szövesz munkász, érted? Csak van egy munkászom, és narancot akar szedni. Narancsot? Hátja, a citromot azt vágom, hogy merre van. De hogy narancsot, hát az... Valahol kint van a földeken, tudod hol van a földeken? Fogalmam sincs, érted. Sok paraszt kapál? Fingom sincs. Öt cigiben a szádba futsz, kérdezem. Persze, van neked. Király, menő. Hát, én így szoktam, nem tudom letenni egyszerűen, nem tudom letenni.
Az ill. Ja. Jó van, köci az ill, jó gyúlászt. Köszi. Csá. Csákó. Neki mentem az ajtónak, ezt az ablaknak is, dilek. Ezt nem hiszem el, hogy mindig mindenek neki megyek. Hát ez... Mindenkinek. Bocika! Érted? Ezt melyik cirkuszban tanítja? Bocika, gyere HKS-ből, segítek megszelelni, elkultam. Te kocsidnak nagy baja lett, ahogy látom. Hittem a másik oldala érted, gyere HKS-be, ott alci. Jó. Fasz. Ci? Hicá. Egy szerelést kérlek? Csum. Kicsit. Kicsit felgyűlődött pár dolog, érted? Szegény. Kicsit ki kéne kalapácsolni, szóval a titános számot is én fizetem, a telepjálószat. Aha. Lalika? Várni. Állj, ki létszik. Nem fogom várni. Te találkoztál a titánossal, Tici? Persze én, Mária, tetszik. Teszék. Teszék. Kicsoda vagy? Micsoda nem velem ki neked? Biztos nem. Ja, te véletlen sem tudjak kiszállni. Ja, kösz csávó. Hallasz? Persze, most hallak. Ki is vagy? Denver. Így szállt, de ne vél. Na figyelj már, Tici. Te izével foglalkozol? Ezzel a mellénnyel? Tisztára bevonom. Én mindennel éltem. Mindennel. Teszik, milyen mellénnyel? Lemezes. Lemezes. Fingopszint. Hát ilyen... Most ezt hogy magyarázzam el neked? Ennyivel tartozom. Majd talcizunk, csak megyek nalancot szedni, érted? Hova? Fogalmam szint, hol van a lanc. Szia. Kell segíteni? Pár dalap kell, csak. Pár dalap. Gönös, szenyerít a szép estét. Vale, fizetnem kell, visszacörögök, cá. Igen, szép estét, meg szenyerítem a minden szót. Történt az első szél. Ááá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 á a lábam érted? Istenem, a lábam ember. Mit csináltál? Istenem, a kucipulcim. Be volt, le volt téglázva a gázpedál, Tici, milyen dolog ez? Hát összetölted a Veldám ember is, neki menti a lábamnak, tudod, kurvára fáj. Megnézem, hogy nincs az a gázpedál kitéglázva, Tici, ha bejössz. Kurvára nem volt kitéglázva, illetve azt tudom, mi az a, mi az a tégla, honnan lesz ez a tégla? Már majd mindjárt megmutatom. Istenem. Teszi szélúvi szemmet, nem ülj neki, nem visz a börtönbe. Oh, van a tégla, amit ráraktál a gázpedálra. Persze. Miért laknék gázpedál a téglát? Szóval kérdezem. Hát, hogy nem tudom. Hogy utána megpróbálj beperelni, vagy valami. Persze. Nem húszod meg az ingyen szelelészt. Tiplizünk. Bizony. Teszi szélülés szemmet. Te miért ez is összetölted a Veldám? Sőt, te fizesz. Na. Megjavítottam a Verdát, egyezünk ki egy döntetlen, de mit szólsz hozzá? Ez volt a célom. Vagy, ha gondolod, odaadhatom a panaszkönyvet. Értem, azzal nyitott ki a szekrényt, amiben van a panaszkönyv? Persze, csak nagyon szorul a szekrény. Nem kérem, hol lehetne nalancot szedni? Hát, ha jól emlékszem, talán Paletóba. Itt az Orienben lehet tud nekünk. Lalika, hol lehet izény narancsot szedni? Tud segíteni a tisztét? Narancsot szedni, persze. Itt a bolygón GPS meg tudja mutatni neked? Narancsot kellene szednem, írtam. Narancsot, na várják pillanat. Azt mondja, hogy a narancs az Paletóban van kint. Várják csak. Azt mondja, hogy a térképe elmennézem. Ha jól mutatom, akkor a GPS-edben bejelölöm. Jó, király! Leszettelők... Pet... Gyere. Várjál, leszettelők... Leszettelők hálító.
Hát ez szomorú. Hé, leeszett a lökhálító ember, azt mondtad, oda hegesztetted. Beült a cávó és leeszett a lökhálító ember. Baszd meg. Istenem. Parancsoljatok. Fullba oda lent a szentel, felszemegyek. 30 euró. Ezen egy autót utána visszahegesztem neked. Jó, értem, hogy meg is nézem, hol lett a nagyszerűs. Istenem. Ez lendől? Ez lendől. Istenem, ez jó szín. Úristen, három lendől, ez jó szín. Mit hívő legyek? Kapu telefonálás. Gyerekből egy kizás? Persze. Sziasz, visszaélted. Nekem nincs jogszín, csak te tudsz vezetni, érte. Sziasz, vissza. Persze, nem ülök én addig szoszékocipa. Nem szegném meg, szóval a szabályzatot, érted? Nem akarnék, szóval börtönbe kerülni. Persze. Már csak napi kétszer velem. Hát csak újjazom magam, érted? Már semmit nem dugok a szeggembe, csak újjazom magam. Persze. Értem. Persze, király, skinny polna az jó. Kis vékony lányok, zil. értem. Én már kurvára nem töltök le polnót, érted? Kul milyen lága kéttel lesz SSD? Kurva lága ember. Annyi polnót letölteni ember. Felmegy a polnábra életed az X-Hamster, az CA. Beírom, hogy skinny teen, azt már velem is a lomposzt, leggelik. Persze. 100 000 euró kéttel lesz SSD ember, baszka, az nem kettesz, érted? Ja, az ír. Ne töltsél le, néha töltsél le pár pornót, érted, egyet vagy kettőt, és akkor kész, érted? Viszont ott vannak az ingyeneszek. Viszont köszönjük. Mondjuk érdemes legisztrálni a Pornhubra, mert megjegyzi a kategóriát, érted, mi levelted. Persze. Skinny teen, király. Persze, megvállak, nem megyek addig szóval, nincs jogszín. Ez jól beszopta az Insta-style. Megzúztam. 200 IQ? Király. Hica Insta-style! A gumik állnak a táblában. Add már ide, Csoki, próbáljam ki az abdút. Csá, Csoki, belement az EKG-be és annyira be volt a szarba tőled ember, hogy azt mondták, persze, azt mondták, hogy érted, hogy egy szúnya dolog. Jó. A szekedben vannak az EKG, a szekedben. Így van. Benne vannak a szekedben, mi a szájsz egyébként? Szagolják a seggemet. Ez jó minden, jó minden. Szeretet a szagolják? Nem, csak és azt csinálják, tudod. Mi? Teszik? Te is ezt kérdezem. Én is. Pénzért? Mennyi pénzért szagolhatják meg a szegget? Á, semmi ilyesmi. Ezek tiszteletből csinálják, tudod. Értem, és tiszteletből lehet szagolni a szegget? Ja. Én tisztelek téged, érted? Szóval. Igen. Na. Ez most mit is jelent? Összeintettük az autómat. Ez most azt jelenti, megszagoltam a szeged? Ja. De nem mondod el szegedet, ugye? Nem. Várj egy kicsit, körülbelül nézzük. Tisztelet, te szó. Jó. Titkos ez, titkos volna. Az. 25-öt. Figyelj majd a Lali. Már jövök is, tici. Elég szokott válok. Teszi széltés történik. Semmi gond. De mondom, hozhatom a panaszkönyvet, hogyha szeretnéd. Megmentem kicsit a falnak, érted? Szokásom. Na erre itt ez a lökös. Aha, ezt kellene visszadobni. Megszagoltam. Megpróbálom visszacsavarozni, mert a hegesztés igen könnyen elengedi. Főleg, kicsit elengedett. Téglázva a gázpedál, és így... Azt szeretnéd, hogy elüsselek. Coki! Na, mondjad. Még egyszer kinyitod az autómat és beleülsz, megverlek. Mondjad. Haha, hogy mondod? Elég kellemes félfaj számomra, Coki. Jó, van, vicces csávó. Igen? Szerintem érsz a kilenet az adatait? Mit? Szerelmet. Mit csinálsz? Kulcs benne van. Szerintem szerelmes lettem. Tetszik nagyon a hajad, és az arc bőröd. Mi baj? Ó, baszd meg, ezt rossz hallom. Kicsit egy baj, érted? Ez őr egy baj. Úgy tudom, hogy köcög vagy. Csak ezért mondtam, érted? Mert azt mondják, hogy köcög vagy.
Nem, nem vagyok az. Észre tesz vége. Na, akkor nem mondja neked, érted? Értem, azt hittem kicsit agresszív leszel ettől érted, hogy érsz el, amit elmondom. Ja, nem, de érted, én neked nem mondja, mert lehet valaki átcsúcsattint, érted? Na. Persze, csak ja. Én teszvillileg, érted? Na, én úgy is szoktam köszönni, hogy egyszer szopom a falkad, érted? Persze, én lazán érted, szétszopom a falkad, és akkor mondja a másik tesz, hogy én is leszopod. Ki a cundító? Csá, ennyi. Jó, ennyi. Igen, az eredet, meg a... Szészmálólag cokni. Sajnos azt mondja, hogy pillanatban nem kapcsolatok. Kiszisz vagyunk? Igen, igen. Remélem nem fog leeszni, mert viszonylag panaszkodni, érted? És papírt is írunk. Rendben, rendben. Menjél csak. Szia, Tici! Figyelj a tolatás közben, hátra figyelj csak! Néha elfelejtek hátra nézni, mikor tolatom? Amúgy nem szoktam, csak most úgy... Mondja... Hát azt nem hiszem el, megint leesett a lökárító! Amúgy... A picában, hogy még a szavarral szelet... Normálisan fellakni, érted? Most ez megint mi a faszom? Hát de ezt most ne... Hát csak szeretném megkérdezni, hogy miért leszett le ez a tetvesz lökhálító. Na várjál. Na várjatok. Az internet hatalma. Szerintem nem csináltam, Peti, ezt megint leesztett a lökállító, mert szalút szavaltad megint össze. Tehát de nem én. Vettem egy kis szeneckét. Szeneckét vettem. Szenet? Na az jó. De van egy cávó, tud ilyen vaszat, meg szenet, meg minden ilyesmit. Mennyibe adta? Isten. De majd inkább találkozzunk, mert lehallgattak. Szerintem. Úristen. Téged. Kicsoda, nem engem, hol? Hanem téged. Engem mi hallgatnának le, csak kérdezem. Hát már híres embereket mindig lehallgatják. Az igaz. Jó, megyek narancsot szedni paletóba, paletó galáz. Jó, küldjél meg koordinátát. Ja jó, megyek oda, megyek. Jó, csá. Kurva, de nem jött be a cavarozás, Peti? Te vagy az a Tici? Az a lökhárítós csávó? Csá, én vagyok, tesztfél. Láttalak az Instagramon. Ja, szokszok, érted. Jó szar vagy közösségi médiából. Ezt hogy érted? Hát, nem reklámozol, haver. Nem reklámozol, az a elfelejtetted odaírni a végére, hogy csak a HKS Tici. Igen. Az igaz. Majd teljesen pótolom, érted? Csak mennyi leszett? Úgy, hogy kurvára... A negatív reklám is reklám, érted? Ez így van. Nem érted? Tudom, hogy... Tehát, hogyha visszahozod vagy idehozod, akkor ingyen szereltem volna neked. Most így pénzbe fog kerülni. Persze, meg a kis falkavat, ami szőlősz. Sőt, még az én autómat is te fogod fizetni. Persze, csak mondd már, mert ki a lákon vagy. Hát, nem akarok tudni. Teszel. Egy vendég a HKS-be. Én is. Legkomolyabb. Na, akkor már ketten vagyunk. Hát akkor... Sőt, lehet, hogy ő is vendég a HKS-be. Ön is vendég vagyok. Na, az mennyi fizetek szerelőbátést? Gazdag kis kocitban... 68 euró van nálam, meg kaja. Na, szóval megint leesett. Nézd a jó oldalát, Tici, nincs elő rendszámtábla. De én nem menekülök zekák előré, tehát egész egyszerűen hoztam valamit. Kiszfizettem, felcavaroztam, leesett. Biztos nem csináltál semmit? Gyanús nekem, hogy ilyen sokszor leesik. Milész eszküdjek, a löné punciáló eszközöm, és az nekem nagyon szent és széltetetlen. Szereted a lönét ennyire? De nem az anyukád? Csak papíron lesz, érted? Vagy csak stepmom? Isis, érted? Kíván engem, érted? Azt mondta, kívánatos vagyok. Hallottam már a örönéről, lehet, hogy tényleg bejössz neki. Kívánatos vagyok, most már kicsit kultunk is. Ó. Oh.
Szóval meg kéne oldani a problémát, mennék Nalancot szedni. Fél órája. De hoztad elő Karittót, vagy ott hagytad? Ott hagytam, érted. Így el tudunk értem menni, mert elfogyott a készletről az összes élő Karittó. Menjünk. Jó. Vezessek vagy? Á, vezessék. Vezetek én, érted. Ha jönnek a zekák, akkor kiuglom vezetés közbe. És akkor gyorsan látunk. Csak nyugodtan, az bekötöm magam, rendben. Nézd meg, ilyen almaszedő palasztok, érted? Ilyen kurva... Beállnak mindig, baszki. Ja, nem lehet kimenni tőle, nem tudom, miért fáj neki azt a fél métert még előre menni. Menj már, Réb! Várjál már! Ha nem bírunk! Ha nem igaz, hogy ezzel a nagy szorral ide be kell állni. Lebeka tud vezetni? Én azt hittem, a cajok annyira nem tudnak, érted? Főleg Lebeka. Hát, nagyon profi sofőr. Milyen profi? Szép lett a piros izzó. Milyen kurva szép pilosz? Nagyon szép pilosz. Úristen. Azért most ne ugor ki. Nem ugrok ki, csak az lesz, érted, bekanyolodok balra jobbra. És akkor gyorsan kiuglok, és azt imitálom, hogy szétállok, érted? Te meg átszusszansz, és akkor... Én csak egy férfi ploszti vagyok, és éppen kuncaptom. És épp felvesztlek. Valami ilyesmi. Na, álljál jobbra. Most a jó száv. Vagy nem, a másik száv mindig elfelejtem. Teljesen mindegy szerintem, csak úgy fel vannak ezek a nyilak ide festve. Semmit, micsoda üzletek vannak. Várjál. Then spending most of our lives living in the gangster.